Belgium bejutott a legjobb 16 közé a braziliai labdarúgó világbajnokságon, miután vasárnap a hátcsoport második fordulójában 1-0-ra legyőzte Oroszország válogatottját. Az első játékrész jó íramot és kiegyenlített játékot hozott. A belgák több helyzetet is kidolgoztak, de lövéseiket Akinfejev kapus rendre hárította. A fordulást követően jó 20 percig szinte egyáltalán nem forogtak veszélyben a kapuk. A találkozó egyetlen góljára a 88. percig kellett várni, amikor Origi játszott Azárthoz a baloldalon, utóbbi az alapvonal közeléből visszapasszolta a feladónak, aki 7 méterről a kapuba bombázott. Az algériai válogatott 4-2-re nyert a dél koreai csapat ellen, ezzel megőrizte esélyét a 8 döntőbe jutásra. Az afrikaiak az első félidőben nagyszerűen játszottak, három gólos előnyre tettek szert. Az ázsiaiak a második játékrészben nagy tempót diktáltak, de hátrányokat nem tudták ledolgozni. A hátcsoportból a már továbbjutott belgák mellett a három pontos algériának, valamint az egy-egy ponttal álló orosz és délkorai válogatottnak is egyformán van esélye a legjobb 16 közé kerülésre. A 95. percben mentettek pontot a portugálok az Egyesült Államok ellen. A luzitánok már az ötödik percben előnyt szereztek, miután egy baloldali beadásnál a labda az ötös túloldalán helyezkedő Nanihoz pattant, ő pedig a léc alá bombázott. A második játékrész 64. percében Jones hatalmas távoli lövéssel egyenlített, majd a 81. percben Dempsey révén fordítottak is az amerikaiak. A portugálok nem adták fel, és a 95. percben az utolsó támadásuknál Cristiano Ronaldo adta be a labdát jobbról, a csereként beállt Varéja pedig az ötösről nagy erővel a kapu bal oldalába fejelt. A 2 2 döntetlen azt jelenti, hogy a G csoportban az utolsó körben dől majd el, hogy a négy közül melyik két csapat folytatja a tornát a nyolcaddöntőben. döntőben.